Hello, hello, sziasztok! Ma egy storytime videóval érkeztem nektek, aminek a témája nem más, mint a randi a szlovák pasival. Szóval ez az egész arról fog szólni, hogy hogy jöttünk össze a férjemmel. Többen mondtátok és kértétek, hogy csináljak ilyen storytime videókat, ahol elmesélek egy-két dolgot, és akkor most úgy gondoltam, hogy itt az alkalom, bele is kezdek, és mesélek nektek. Szóval akkor hajdanem, én 19 éves voltam, és a Nokia-ba dolgoztam, ilyen kis csapatban, tök jól összeszokott kis csapatunk volt, és szétmentünk az első nagy szerelmemmel 6 év után, totál nem volt jó a kapcsolatunk, és akkor így kutakodtam erre, arra, amarra. Akkor volt ez az 1 éven, 1,5 éven, mikor egy kicsit kicsapongó életet éltem, mert amúgy előtte is hosszú kapcsolatban voltam, meg ugye azóta is, most már ez a 10. éve, hogy együtt vagyunk a férjemmel. Szóval akkor, voltak nehéz napjai anyukáméknak, meg a nagyszüleimnek. És akkor vágjunk is bele, szóval a Nokia-ba dolgoztam, és a férjemnek akkor nem volt csaja, szétmentek akkor egy hosszú kapcsolatból, és hát nem, hogy neki el udvarolni, de úgy láttam, hogy bejövök neki, de akkor egy csomó srácnak bejöttem, szóval ez tök nem volt egy újdonság, és nekem mindig volt egy ilyen fóbiám, hogy én olyan pasit akarok magamnak, akinek nem nagy a feje, mert akkor majd a gyerekünknek ilyen nagy feje lesz, de nem tudom, biztos mindenkinek van valami rigolyája, hogy mit néz meg egy pasiba. Én mindig azt néztem, hogy ne legyen túl nagy a feje, mert hogy értitek, hogy ugye a testalkatához képest ne legyen túl nagy a feje. Na mindegy, kinézetre be is jött a férjem, de hát stílusilag baromira nem. Én pont nem az a lány vagyok, akit ilyen poénokkal, meg ilyenekkel albirizgálom a hajamat, mert belelóg a szemembe és utálom. Szóval engem pont nem lehet megvenni ilyen poénos hülyeségekkel, szóval oda jött, tehát ő ilyen felpakolós volt, az azt jelentette, hogy mi ugye Nokia-ba telefonokat raktuk össze, ő pedig hordta mindenkinek, vagyis amelyik sorra éppen ki volt osztva, az alkatrészeket, amikkel mi dolgoztunk. És akkor jött oda, és vicceket mesélt, meg ilyen tini ninja teknőcöket, meg hasonló, és tök nem érdekelt. Egy hétig magyarázta nekem a fasságait, és voltak ott körülöttem, hát idősebb ilyen vacak 40 körüli csajokék, mert ők meg mondták, hogy szerintük ez a pasi tök normális, hogy agyilag teljesen ott van. Hát én meg gondoltam, hogy baszki, hogyha ez nektek normális, akkor ki lehet a hülye? Vagy kivel élhettek ti? Na mindegy, nekem ez a stílus full nem jött be, és összejöttem egy sráccal, nem a Nokia-ba, akivel együtt voltunk egy hónapig, másfél, és megcsalt. Baromira az okon vettem, és hát 3 napig bőgtem, ami azt jelentette, hogy elmentem a nagybátyámékhoz, és akkor én nekiálltam bőgni, és akkor 3 napig piáltunk, magyarán megmondva. Aztán átment rajtam, és azt mondtam, hogy oké, nem érdekel, aki az első szembe jön velem, és normális lesz, és messze lakik, az feltétel volt, hogy kicsi feje legyen, és messze lakjon. Szóval én nem akartam olyan kapcsolatot, ami ott van a faluba, vagy úgymond egy faluval odébb, mert én azt mondtam, hogy egyszerűen nem szeretek ott, nem érzem magam otthon, nem akarok itt jövőt tervezni. Na mindegy, egy bombariadó volt aznap. A Nokia-ban fogom kiborultam, hogy most akkor nem hiszem el, hogy itt van egy csomó manusz, aki úgy kerülget, és valamiért egyik sem volt az, amire azt éreztem volna, hogy ez nekem kell. És mindegy, szembe jött, és úgy voltam vele, hogy oké, tudod mit, 2 hétig nyúzott, hogy menjünk el egy randira, aztán mondtam neki, hogy barátom, most éppen ráérek, nincs senki, holnap meghívhatsz, elmegyek veled egy giroszra. Azt mondtam. És nézett rám, lepattintottam előtte eléggé, csúnyán magyaráztam, hogy tök jól meg vagyunk az új pasimmal, meg mit tudom én, szóval ő megsértődött, többet nem is beszélt velem. És hát ugye, amikor megtörtént ez a megcsalás, és amikor már magamhoz tértem, már nem csak a piálásból, hanem ugye azt mondtam, hogy oké, akkor készen állok arra, hogy most már belevágjak valamibe, vagy valakivel,
akkor bizony, hát jött ő, és úgy voltam vele, hogy mindegy, maximum, hogyha egy seggfej, akkor meghallgatom a 25. poénját, úgyis tök messze lakik, úgyse ismer senki, és ennyi, és akkor eddig se beszéltünk, hát max ezek után se fogunk. Na hát igen, de másnap megbeszéltünk egy randit, és ja, másnapra, és képzeljétek el, hogy én pont ez az ember voltam, még akkor cigiztem, de csak ilyen potyadohányos voltam, ami azt jelentette, hogy ha valakivel a társaság kedvéért cigizni kellett, akkor cigiztem. Mentolos Vestice-ot szívtam, és hát sokszor volt, hogy végeztünk úgymond a Nokiában a munkánkkal, és akkor a busz megállónál úgy összevártuk egymást, és ott volt egy pár ember, aki úgy össze is akart jönni velem, és úgy megvártak kint a kapunál, és akkor úgy mindig beszélgettünk, azt mindenki felszállt ki a saját buszára, és mentünk haza, mentünk a dolgunkra. És képzeljétek el, ott állt két-három emberek, akivel beszélgettem, és odajött a Zoli, és adott egy szájra puszit. És én csak így álltam lefagyva, hogy hát mi nem tartottunk itt, két darab jó szót mondtam neki, és ad egy szájra puszit. Én soha nem voltam az a csaj, akit így segbe lehetett csapkodni, meg ölelgetni, meg nyalogatni, meg puszígatni, szóval én mai napig az az ember vagyok, aki imádja az embereket, de ilyen egy méter távolságról, szóval nekem ezt a ebbe a kis intim zónámban ne jöjjenek be, és ezt nem is értettem, hát tényleg nem volt akkor még semmi. Na mindegy, másnap eljött a nagy randi nap, full izgatott voltam, tudjátok, amikor úgy érzitek, hogy lehet, hogy ebben mégis lesz valami, és úgy érzitek a gyomrotokba azt a vizsergést, és azt, hogy sokkal jobban ver a szívetek, mint általában, és hát én ezt éreztem, és ez annyira furcsa volt, mert hogy magában a srácnak a jelleme nem annyira jött be. Na hát ez az első randin, amikor elkezdtünk beszélgetni, hát volt egy pár olyan, én például nem annyira szeretem a történelmet, ő pedig nagyon szereti a történelmet, és akkor már ami pár, meg ezeknek a történetét elkezdtem mesélni, aztán rájöttem, hogy ez annyira nem az én világom. Aztán ugye ő is rájött, hogy egy kicsit hanyagoljuk a témát, viszont tök másképp viselkedett, mint a Nokiában. Egy sármos pasi volt, akivel nem az volt, hogy leülünk girosztani, és olyan kínos a csend, hanem röhögtünk, beszélgettünk, hülyéskedtünk. Láttam azt, hogy a mozdulatain, a gesztusain, hogy bejön neki, bejövök neki, és ez tök fordítva is így volt. És utána első randin felmentünk hozzá, ő itt lakott Komárnó, vagy Panában, ne aggódjatok, nem történt az ég egyet a földön semmi. Nem vagyok az a lány, aki az első randin szétteszi a lábát, szóval ez most sem így volt. Felmentünk hozzá, és megnéztünk egy mesét. És ami nagyon megfogott, ő egyedül lakott egy szobakonyhásra a béletben, mert ugye előtte mentek szét a volt párjával, és ő maradt ott az albéletben, Csajci meg elköltözött, mit tudom én, nem mindegy, hogy olyan rend volt, és az a lakás annyira stílusos volt, hogy olyan kis kuckos volt, olyan kis, nem tudom. És amikor mondtam neki, hogy adjon nekem MSN címet, vagy ilyeneket, akkor még ezek voltak, neki semmilyen nem volt. Volt egy ilyen gombos telefonja, nem volt Facebookja, nem volt semmilyen, szóval akkor még nem voltak annyira elterjedve ezek a videóbeszélgetések meg hasonló. Na most aztán behozta ám a lemaradást, mert aztán összejöttünk, most már ő is iPhone 10-essel nyomja. Megvan Facebookja, jó Instája nincsen, de na, értitek? Szóval totál nem volt ez a kütyűs csákó. Ja, és akkor még hozzátartozik a dologhoz, hogy kijött elém a Tesco parkolóban másnap a randinál, és hát vártam, hogy valami milyen autóval jön. És fehér 2000 éves Skoda favorittal jött, és közölt, hogy nyugodjak meg, mert ez se az övé, hanem az apukája. És hát nem tudom, hogy ez ebben mi vonzott annyira, de hogy nem volt. Tényleg nem volt semmilyen, nem volt saját lakása, saját autója, de nem voltak hitelei se, szóval tök semmi. És ez a végén nekünk tök kapóra jött, mert hogy nekem se volt semmim. Se autóm, se hitelem, se lakásom, itt semmi nem kötött bennünket sehova. És együtt tudtunk kezdeni mindent. Na szóval az első randin megnéztük a patatanyát, ami dögunalmas volt, és nem értettem, hogy miért kell nekem mesét nézni az első randin.
És akkor feküdtünk az ágyon, és megcsókolt, és hát ott tudtam, hogy na, ezt megszívtam, mert tudta, hogy bele fog zúgni a csávóba, és a csók után azt mondta, ami nekem életem mondata, hogy hol voltál eddig. És ez annyira mélyen megmaradt bennem, de annyira, hogy nagyon, nagyon, nagyon. Én azt a mondatot soha nem felejtem már, és aztán nagy nehezen hazamentem, nem aludtam ott, meg semmi, délutánra mentem haza, sőt nem is haza, hanem a nagybátyámékhoz, mert akkor Vértesbogláron laktak anyumék, és akkor a nagybátyámék voltak, akik mindig ilyen vigaszt nyújtottak, hogyha valami kínom van, vagy hogyha valami nagyon jó történik, akkor is együtt rúgtunk be akkor, hogyha valami bőgtem, meg akkor is együtt ünnepeltünk, hogyha valami nagyon jó történt, és hát úgy éreztem, hogy ez nekem egy kellőképp messze van a csáv, egy más ország, ez vonzott. Vonzott a stílusa, az meg aztán, ahogy kiléptünk a Nokiából, ő teljesen más stílusra váltott, és nem volt annyira, most mondjam, hogy nyomi, nem nyomi, mert nem akarom lenyomizni a férjem, de hogy tök más stílusa volt a Nokián belül, mint kívül, és ez nekem nagyon bejött. Aztán a második randim, na ott már tudtam, hogy nekem ez a pasi kell. Én bizony őhoz akarok férjhez menni, és ide akarok cuccolni, és gyakorlatilag hát novemberben összejöttünk, és januárban már én itt laktam Szlovákiában, úgyhogy ennyi volt a mi összejövetelünknek a story time-ja. Szóval ez a nagy sztori övezte ezt az egészet körül. Hogyha tetszett ez a videó, vagy szeretnétek, hogyha még sztorizzak egy pár ilyen dolgot, akkor írjátok meg nekem kommentbe, és akkor megpróbálok összegyűjteni egy pár olyan témát, ami érdekelhet benneteket. Köszönöm, hogy megnéztétek, és hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel a csatornámra. Szép napot, sziasztok!